A világ egyik legmodernebb harcjárművének kezelésére toboroznak fiatalokat a Magyar Honvédség kötelékébe. A Magyarországon gyártott német Lynx vagy Hughes páncélozott gyalogsági járművekkel felszerelt Kinizsi Pál 30. páncélozott gyalogdandár egységbe várják a jelentkezőket. A Honvédelmi Miniszter úr bejelentett egy pilot jellegű projektet, amelynek az a célja, hogy Hódmezővásárhelyen a 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalogdandárnak létrehoznak egy gyalogdandár kötelékében létrehoznak egy Lynx Hughes zászlóaljat. Ez a Lynx harcjárművel lesz felszerelve a zászló, és ennek a kötelékébe várjuk az érdeklődőket, a jelentkezőket. Ami fontos, hogy 18. életévét be kell, hogy töltse 8 általános iskolai végzettség, büntetlenül élet, magyar állampolgárság és magyarországi lakcímmel kell, hogy rendelkezzem. A pilot program alapkiképzése során a jelentkezők megismerkedhetnek többek között a katonai léttel, a harcászattal, valamint a rendszeresített egyéni fegyverek kezelését is elsajátíthatják. Ezután mindenkinek egészségügyi alkalmassági vizsgán kell részt vennie, amely egy általános egészségügyi, illetve pszichikai vizsgálat. Emellett egy fizikai alkalmassági felmérésen is át kell esniük a jelentkezőknek, amely 3200 méter futásból, illetve 2-2 perces felülés és fekvőtámasz gyakorlatokból áll. A sikeresen teljesítőknek kiemelt 737.000 forintos bruttó fizetéssel ismerik el a szolgálatból eredő fizikai követelményeket, illetve a modern haditechnikai eszközök kezelését. A zászlajba különböző típusú beosztások lesznek létrehozva. A lényeg az, hogy ugye lövészkatonákat keresünk, de nem csak lövészkatona, hanem harcjárművezető, illetve irányzó beosztások is lesznek. Tehát a BC, illetve D-s jogosítvánnyal is várjuk a jelentkezőket. Nyilvánvalóan nem feltétel, de ha van valakinek BC és esetleg D kategóriás jogosítványa, az előnyt jelenthet. Pontosan azért, mert vezető beosztások is vannak. A 8-7-es képzés szeptember 11-én indul a Hódmezővásárhelyi alakulatnál. A jelentkezéseket városunkban a 60-as Ezred utca 3-as szám alatti toborzóirodában, vagy az irányasereg.hu weboldalon várják.